Azon gondolkodtam, hogy ugye ahhoz, hogy itt a különböző, hogy kiöntjük például a forró levest, ugye a helyet, hogy melőkanállal vennénk, és milyen a melőkanál formája, hogy a lapos melőkanál, meg a nagy kerek félkör melőkanál, és így tovább, hogy ezeket hogy lehet elmosogatni, meg hogy hol vannak az ilyen kis a buktatói a dolognak, hogy ugye az, amit ugye kiöntünk, az vissza is folyik, de a széle a fazéknak az ugye nem tiszta már oda, akkor visszavisszük a meleg ágyba a baktériumokat, és egyetlen egy pici apró mozdulattal ugye gajra vágtuk az egész sterilizálásunkat, mármint a főzésre gondoltam, mert ugye az az. Na, tehát azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag ugye hogy lehetne ezt kiküszöbölni, mindent ugye tisztán, és mindent hogy lehet tisztán tartani, mindent jó folyóvízzel jól-jól kimosni használat előtt, az elmosogatott a dolgokat is, tehát használat előtt mindig mindent meg kell mosni. És arra jöttem rá, hogy láttam egyszer igen egy filmet, hogy van, nem tudom, Kínában, vagy hol, valahol a távol-keleten egy ilyen rész, ahol ilyen fürdő, forró vizes fürdők vannak, melegvizes fürdők, és nagyon nyugodtak, nagyon gyönyörű szépek ott az emberek, nagyon egészségesek az emberek, úgymond egy különleges mikroklíma, hogy úgy mondjam, van ott, és a fürdő kultúrára épül, hogy mindenki fürdik és folyik a víz mindenütt. Tehát gyakorlatilag ők dobzódnak, ők pazarolják, úgy jönnek, hogy pazarolják a vizet mindenhol. De tulajdonképpen ennek köszönhetik a különlegességüket. És gyakorlatilag én nem értettem sokáig, hogy miért ilyen fontos, hogy miért pont ott annyira egészségesek az emberek, hogy miért van nagy lényeges az, hogy ott össze-vissza fürödnek, meg nem tudom, meg ott persze nyilván más is csinálnak. Mesztelenül, de most jöttem rá, hogy gyakorlatilag nem az a lényeg, hogy ők ott fürödnek minden nap, hanem az, hogy az ő életükben a víz, mint olyan, az egy ugye befolyt, hogy úgy mondjam, az életükbe mindenhova beszivárgott, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jelentős és tisztelt, megtisztelt számukra a víz, és mindent ugye vízzel mosnak, feltétlenítenek, belemártanak a vízbe. Úgyhogy valószínűleg ennek köszönhető, hogy ők gyakorlatilag ezt, amit én itt nagyon nehézkes dolognak tekintek, hogy mindent elmosni, meg nem tudom, folyóvízzel ezt ők élvezettel és nagy hittel és buzgósággal csinálják. Ez egy csúnya szó. Tehát a lényeg az egészben az, hogy gyakorlatilag őket kell ugye mindának venni, tehát mind jó példának és bevált példának. Úgyhogy gyakorlatilag az egyetlen egy dolog, amit nem szabad, tehát amit nem... nincsen, hogy pazarlása, az a víz. Tehát oké, spóroljunk mondjuk a költségekkel, spóroljunk a mit tudom én, milyen kiadásokkal, spórolhatunk akár az étellel is itt ott, vagy a gázzal, a fűtéssel, mondjuk a villanyjal is spórolhatunk sok mindennel, most mondjuk a telefonszámla, és itt tovább, TVS, és itt tovább, de gyakorlatilag az egyetlen dolog, amivel saját magunknak álltunk, ha spórolunk, az a vízhasználat. Tehát a vízbe tobzódni kell, a vizet pazarolni kell, és hogyha pazaroljuk a vizet, ugyan valamivel többet költünk a vízre, viszont az egészségünk megmarad, és lehet egy valódi egész életünk, teljes életünk. Ha viszont nem, akkor akár mennyit költhetünk más dolgokra, és akkor abba pazaroljuk bele a pénzt, ugye kompenzáció révén, mert hiány lesz az életünkben, mert az egészség nem lesz meg, és a lehetőségeink nem lesznek meg. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az, aki a vízsporlásra készíti az embert, azt hülye, azt ki kell zárni, azt meg kell verni, azt el kell kergetni, bele kell verni az agyába, hogy ezt tömje be és ne hangoztassa, mert igenis a vizet pazarolni kell, és mindenre folyóvizet és friss vizet kell használni, és nagyon fontos. Tehát egy fürdőkultúrát, egy mindenhonnan bugyogó, előtörő forrásokban és szökőkutakban spiccelő és bővelkedő otthon kell létrehozni, ahol mindent folyóvízzel, minden egyes használat előtt 1620-szor megmártunk az éltető vízbe és a tisztító vízbe.